A Forrás Galériában két Munkácsi díjas képzőművész, Katona Zsuzsa szobrász és a közelmúltban elhunyt Dienes Gábor festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára alkotásaiból nyílt kiállítás. Dienes Gábor saját fogalmazása szerint mindig lélekigényes feladatokat vállalt, képein a grafikus, rajzos vonások és a festői érzékiség ötvöződik. Felesége Katona Zsuzsa fából és kőből faragott szobrai időtlenséget sugároznak. A tárlat február 4-éig látogatható.